Megvan az 5 milliómodig beoltott magyar állampolgár is, ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy szombattól nem kell többé maszkot viselni a közterületeken. Új szabályok jönnek 5 millió beoltott után. Az oltásnak köszönhetően a járvány harmadik hullámát legyőztük, de a járványügyi készültség továbbra is indokolt, mert a vírus megbetegíti azokat, akik nincsenek beoltva. Ebben a sarudi étteremben is örülnek az intézkedéseknek. Gyakorlatilag a felszabadulás ünnepét ünnepeljük most. Az új rendelkezések hatására gyakorlatilag egyre több vendég érkezik hozzánk a Tisza-tó partjára, hogy élvezzék a szabadságot. A beltereinkben oltási könyvvel és oltási igazolással fogadjuk a vendégeket, a szabadtéri teraszokon pedig mindenkit szívesen látunk a Tisza-tó partján, aki ebben az időszakban egy jó éttermel és egy jó ebédre vágyik. Mi mindig belépéskor ellenőrizzük az igazolványokat, és csak azokat az embereket engedjük be, akinek érvényes igazolványa van, semmilyen más igazolást nem fogadunk el, csak az applikációt és csak az oltási kártyát. Egy elég megosztó döntés az egyébként, nem értik a különbözetet, hogy mi a különbség, hogyha egy sátorban ülnek kint, vagy bent az étterembe, de egyre jobban hozzászoknak az emberek, és hogy ha körülnézünk az étterembe, az látszik, hogy most már egyre több ember van átoltva, és egyre többen hozzák magukkal a kártyájukat. A kormány feloldja a járványügyi korlátozások jelentős részét. Nem kell maszkot viselni a közterületeken. Megszűnik a kijárási tilalom. Az üzletek és a vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is megszűnik. Engedélyezett az egyéni és a csapatsport a közterületeken. 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és családi rendezvényeket. Korlátozások nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmat. Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő részvételével, de az 500 főt meghaladó rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható. A zenés táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül. Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható. A védettségi igazolványal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is mehetnek zárt térbe. Mivel többféle vakcina is rendelkezésre áll Magyarországon, mindenki megkaphatja az oltást, aki szeretné. Amennyiben van olyan ismerőse, aki még nem regisztrált, kérik, biztassa arra, hogy tegye meg. Az oltás életet ment.